Kaptunk végül is három szedben, és a meccs közben láttam, hogy ott az oldalban emelt elég sokat elégedetlenkedtél. Én valahogy mégis úgy érzem, hogy azért annyira nem volt az összkép annyira rossz. Nem, igazat tudok adni neked, tehát valóban azért amíg fejben szépen koncentrálva azt csináltuk, amitől beszéltünk, és amit amilyen keménységet mutatni kell a Békés Csaba ellen, addig ott voltunk, partiba voltunk. És azért bosszankodtam pont ezért, mert aztán vagy amikor éppen följöhettünk volna egészen szorosan, vagy amikor elléphettünk volna, akkor jön megint valami olyan dolog, ami csak azon múlik, hogy mennyire tudom olvasni a játékot, vagy mennyire uralom azt, hogy nekem most nem lehet például nyitást rontani, mert egyszerűen muszáj, hogy átnyitsam az elsőt. És ez bosszantott, mert sajnos ilyen könnyű pontokat, erről is beszéltünk, ilyen könnyű pontokat nem lehet adni a Békés Csabának. Ő ezt nagyon szépen köszöni, és ebből ő tovább épül, mi meg nem. Bizonyos része működött a csapatnak, bizonyos része nem. Talán a szélsőink voltak most egy kicsit tompábbak, mint az eddigi megszokott. Nyilván az ellenfél is más, tehát ezzel is lehet magyarázni. Mások a blokkok, más a védekezés. Jóval aktívabban és hatékonyabban védekezik a Békés Csaba, mint esetleg más csapat. De hát meg kell találni azokat a lehetőségeket, irányokat, amiből aztán jól ki tudunk jönni. Ma a szélsőt nem nagyon találták ezt a dolgot. A második szett volt az egyértelmű, amit nekünk át és meg kellett volna nyerni. Az a végén mind csúszott el? Hát ugyanezeken. Tehát én is ezt mondtam a csapatnak, hogy 20-ig nagyon szépen játszottak. Vezettünk 2-3 ponttal, tudtuk tartani, és aztán sajnos az egyik leggyengébb állásunkba érkeztünk, és onnan megint nem tudtunk kijönni normálisan. Holott azért ezeket gyakoroljuk rengeteget, de valahogy most nem találtuk meg az ellenszerét annak, hogy mit kéne itt csinálni. Ezt sajnálom, igen, mert jó lett volna azért legalább egy szettet nyilvánvalóan nyerni. Lehet, hogy a játékképe is más akkor, vagy a következő játszmának a képe, de hát ez van. Tehát nekünk ez fejben nagyon, nagyon kell bírni ezeket a mérkőzéseket ahhoz, hogy meg tudjuk szorítani a Békés Csabát. Igen, kérdés az, hogy a későbbiekre kihat-e az, hogy nem nyertünk egy szettet sem, mert nyilván a Békés Csaba is azzal a célra jött ide, hogy azért, mivel talán minket tartanak a legeresebb riválisuknak, a legjobban képzett riválisuknak ide haza, hogy megmutassák, és hát most végül is az eredmény azt mutatja, hogy sikerült neki. Igen, hát nekik ez legalább akkor a presztízs kérdés, mint másoknak, akik a Békés Csaba ellen játszanak, hogy egyszer elkapni. Ők a Vasas ellen mindig nyilvánvalóan maximumot fogják hozni, ez már régóta így van, nekünk ezt viszont el kell tudni viselni. Most mindenki megismerte, azok, akik újak, hogy milyen ez a Békés Csaba, és hát remélem, hogy az elkövetkezőkben az itt szerzett tapasztalatokat fel tudjuk használni, és akkor talán hatékonyabbak tudunk lenni. Nagyon nehéz lesz,
ugye nem sokára, egy hét múlva megint megyünk, és játszunk, összemérjük erőnket a Békés Csabával egy másik helyzetbe, és aztán még sokszor fogunk remélhetőleg találkozni, úgyhogy meglátjuk. És ugye hát december 31-én még vár egy fontos meccs, mert azért a Magyar Kupába jó lenne tovább jutni. Ez a keménység, amit ma mutattunk, ez mondjuk elég lehet egy Újpest ellen? Arra nem lehet panasz, tehát azt nem mondhatom, hogy a lányok ne tették volna oda magukat. Ők akartak és küzdöttek, és nagyon szépen, szép dolgokat is csináltak mezőnybe. Rengeteg extra labdát szedtünk föl, már szinte lehetetlen helyzetből, és tudtuk tovább folytatni a labdamenetet. Igen, hát nekünk itt most még tovább folyik a bajnokság, tehát nincs nagy szünet, most kapnak két napot a lányok, és aztán folytatjuk tovább, hiszen, ahogy említettem, lesz egy nevzatorna ugye Békés Csabán, ott két meccset játszunk, és aztán 31-én muszáj kivívnunk a következő körbejutást a Újpest ellen. Úgyhogy valószínűleg arra kell figyelnem nekem is, hogy arra a 31-i mérkőzés a csapat jó formába kerüljön, adott esetben esetleg feláldozva a Mevza meccset. Egy kicsit haragszom azért erre a helyzetre, mert és a szövetséget nem értem, vagy a versenybizottságot, mert belekényszerítettek minket ebbe a sűrű dologba, holott tudják, hogy négy fronton indulunk, és marhára nem segítenek minket azzal. Ugyanakkor a fiúknál van rá példa, hogy januárban játszanak le ilyen körös meccseket, arra is van példa, hogy egy nap játszanak le, oda-vissza vágod. Nekünk nem engedték azt, hogy átvigyük ezt a mérkőzést esetleg januárra. Ezt azért nem értem, de most már mindegy, ezen ne bosszankodjunk, ezt a helyzetet kell megoldani.